Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják, nézzük főbb témáinkat. Albérlet vagy kollégium, gyorsan fogynak a megfizethető szállások. Vihar, komoly károk a Sopron környéki termőföldeken. És felújítanák, a zsidó hitközség tulajdonába került a papréti zsinagóga. Gyorsan fogynak az egyetemisták számára megfizethető szállások Sopronban. A kollégiumokban különböző komfortfokozatok között választhatnak a diákok, de nem jut mindenkinek kollégiumi férőhely, mintegy 1000 diákot tudnak elhelyezni a város 5 intézményében. Jövő héten kiderülnek a felsőoktatási felvételi ponthatárok. Sokan otthonoktól távol kezdik meg egyetemi felsőoktatási tanulmányaikat. A Sopronba érkező leendő hallgatók összesen 5 kollégium közül választhatnak, ahol különböző komfortú elhelyezés mellett dönthetnek. Különböző épületünk van itt Sopronban, különböző komfortfokozattal, illetve elhelyezési típusokkal. A legolcsóbb elhelyezésünk a következő tanévtől 12.500 forintba fog kerülni, a legdrágább, a legkomfortosabb épületben 21.500 forintba kerül egy férőhely. Kollégiumi elhelyezésre felsőbéves hallgatók is pályázhatnak. Nekik 100 pontos felvételi rendszert alakított ki a Nyugat-Magyarországi Egyetem. Pontot kaphatnak a tanulmányi átlagért, illetve a szociális helyzetüket is figyelembe veszik. Például a lakóhely távolsága az iskolától, a szülők keresete, testvérek, tanuló testvérek száma, nyugdíjas szülő vagy rokkant nyugdíjas szülő, beteg családtag, ilyesmik. Azok a fiatalok, akik nem részesülnek kollégiumi elhelyezésben, kénytelenek albérletet keresni. A diákok más szeretnének, mint egy átlagos érdeklődő. Olyat, amiben többen elférnek, tehát legalább 3-4-en meg tudják osztani, de legalább minimum 1 fővel, mert ugye azért elég nagy költség nekik egyébként is a megélhetési költség, illetve az egyetemnek a finanszírozása. Hát azért Sopronban elmondhatjuk, hogy ez nem egy egyszerű dolog, mert elég drágák. Tehát most, ahol vagyunk, ez egy 30 négyzetméteres kis társasházi lakás, aminek mondjuk az albérleti díja rezsi nélkül nagyjából 70-80 ezer forint per hó. Ennél már csak drágább albérleteket találkozunk. Az ingatlan közvetítő szerint a június-július hónapban könnyebb albérletet találni. Most még talán lehet azért találni helyet, szeptembertől a diákoknak, vagy augusztus végétől biztos, hogy nehezebb helyzetük lesz. Azoknak a hallgatóknak, akiknek első próbálkozása nem sikerült bejutni a kollégiumba, várólistára kerülnek. Így amikor felszabadul egy hely, bekerülhet valamelyik diákszállásra. A házak és a kiskertek mellett a termőföldekben is nagy károkat okozott Sopron környékén a keddi jég és a szerdai eső. Újkér határában 46 hektáron tarolta le a repcét egymás után 2 jégverés, 200 tonna termés veszett kárba. A veszteségek felmérését nehezíti, hogy a heves esőzések miatt nem lehet felmenni a földekre. A becslések szerint a kár a 40 millió forintot is meghaladja. A repcén kívül még őszi buzába, illetve kukorica kultúrába is kárt okozott a jégverés. Őszi buza vonatkozásában mintegy 130 hektár, kukorica vonatkozásában pedig 90 hektár károsodott. Azok a növények nem 100%-ba károsodtak, így a kár is kisebb, viszont a repce azt totál kárt szenvedett. Hideg front érte el Sopron térségét még szerdán, a lehűlés jégesőt nem, sok esőt viszont hozott. Az éjszaka egy havi csapadék mennyiség hullott le néhány óra alatt, jövő héten viszont már visszatér az ilyenkor megszokott meleg nyári időjárás. Nagyon heves zivatarcellák voltak. A radarképet mutatja Kismárton a soproni meteorológiai állomáson. Sopronban és környékén is szokatlanul változékony volt az időjárás az elmúlt napokban. Rengeteg eső, szél és az ilyenkor szokásosnál hűvösebb levegő érkezett régiónkba. A szakember szerint azért érezzük hidegebbnek az idei nyarat, mert az elmúlt években forróság volt ember az időszakban. Ugye azt mondjuk, hogy hűvösebb nyár, de igazából ez csak az elmúlt évekhez viszonyítva hűvösebb nyár, tehát még így is az átlagosnál, a 30 éves átlagnál néhány fokkal melegebb volt az eddig tapasztalt időjárás. Ugye tavaly 2013-ban elég nagy forróságokat tapasztaltunk, ezért tűnik talán hűvösebbnek. Sopront ugyan elkerülte az eső, de a környéken komoly pusztításokat okozott a vihar. Itt ugyanakkor a sok eső okozott gondot.
Annyi csapadék hullott egyszerre, mint máskor egy hónap alatt. Tehát a Dunántúlon láthatjuk a csapadék eloszlást. A legtöbb tulajdonképpen itt hozzánk közel Tapolcán volt, 83 mm-es értéket rögzítettünk, de azért látható, hogy a Kisalföld teljes területén is majdnem a 30 mm-es csapadék átlagról beszélhetünk, és ez tényleg nagyon jól jött. Felhőszakadás, jégverés, ugye ebből az utolsóból, ami az előző éjszaka volt, már nem következett be. Az észlelő elmondta, a júniusi aszályos időszak után több ágazatnak szüksége volt az esőre, és az elmúlt napok felhőszakadásai jót tettek a mezőgazdaságnak is. Sőt, a gombászok is örülhetnek, a nedves időjárásnak köszönhetően több lesz a gomba az erdőben. A mostani hidegfront után viszont felmelegedés kezdődik. A következő napokban felmelegedés kezdődik újra, ugye ez egy hullámzó frontrendszer volt, elég lassan vonult át, még a keleti határainkat mindig nem érte el. Következő napokban megszűnik a csapadék, felmelegszik az idő, hétvégére már ismét 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Nagyon kellemes nyári idő lesz, a jövő hét úgy néz ki, hogy végig napsütést hoz, egy-egy délutáni zápor, zivatar azért kialakulhat, de a legmagasabb hőmérsékletek jövő hét közepén már megközelítik a 30 fokot. Az előrejelzések szerint a nyáron hasonlóan csapadékos hidegfront már nem várható, ugyanakkor helyi záporok, zivatarok gyakran kialakulhatnak. A papréti zsinagóga felújítását tervezi a soproni zsidó hitközség. A várossal történt megegyezés értelmében ugyanis a soproni önkormányzat tulajdonában lévő műemléképületet a zsidó közösség kapja meg. A felújításhoz 160 millió forintos költséggel számolnak. Az összeget a világ zsidóságának adományaiból teremtenék elő. Mert eddig majdnem, hogy szakadt ez, tört az. A balesetveszélyes részeket már korábban kijavították a papréti zsinagóga épületében. A soproni zsidó hitközség elnöke azt mutatja, évek óta toldozzák, foltozzák az épületet, hogy az erre járó turistacsoportok megnézhessék az épületet. Most az épület teljes felújítását tervezik, ehhez nemzetközi összefogásra lesz szükség, mondta Sándor Péter. Az önkormányzat a tulajdonában lévő zsinagógát ugyanis átadná a soproni zsidó hitközségnek, ha vállalják az épület rendbetételét. Egy évvel ezelőtt már... A műemléképület teljes felújítása mintegy 160 millió forintba kerülne. Ezt az összeget a világ zsidóságának adományaiból fedeznék. A tervek szerint az eredeti állapotába állítanák vissza az épületet. Vissza akarjuk a régit. Tehát a képi rekonstrukciókhoz ragaszkodva közel a háború előtti állapotokat szeretnénk visszaállítani. Visszaállítani a karzatot, visszaállítani a bimát, visszaállítani a tóraszekrényt, tehát azokat a kellékeket, ami a szakralitáshoz elkerülhetetlen és szükséges. A soproni kötődésű spanyol Franklin Koppel nevéhez fűződik a kezdeményezés, hogy újból szakrális központtá váljon a papréti épület. A helyi hitközség célja, hogy ne csak Sopronból, hanem a környékről is jöjjenek majd a zsinagógába. Most körülbelül a különböző ünnepeinken, szakrális programjainkon 35-40 ember tudunk mozgósítani, és mi úgy gondoljuk, hogy ez jóval több is lehet, mert a környéken legyen az Mosó-Magyaróvár, Szombathely, Zala, ez Nyugat-Magyarországnak egy centrális pontja lehet. Nem utolsó sorban Eisenstadt, Bécs, ott is fölvettük a helyi zsidókkal a kapcsolatot, tehát minden esélyünk megvan arra, hogy amennyiben itt sikerrel járunk, akkor ez élesztőleg hat a zsidóság mindennapjaira. A tervek szerint 5 év múlva a magyarországi holokauszt emléknapján adnák át a zsinagógát. Az önkormányzattal kötött szerződés értelmében ugyanis, ha ez idő alatt nem újítják fel az épületet, visszaszáll az önkormányzat tulajdonába. Július elejétől augusztus végéig tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos nyári ellenőrzés sorozata. Az ellenőrök elsősorban a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, vendéglátóhelyeken, strandokon, nyári fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken bukkanhatnak fel, akár munkaidőn kívül is áll a NAV közleményében. A hatóság munkatársai idén is elsősorban a belvárosi vendéglátóhelyeket, szórakozóhelyeket, fagylaltosokat, zöldség-gyümölcs- és édességkereskedőket, sportszolgáltatókat ellenőrzik. A NAV szakemberei többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók adnak-e szabályos bizonylatot, online pénztárgépeiket megfelelően használják-e, valamint a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, különösen figyelnek a nyári szezonban munkát vállaló diákokra.
Idén is megrendezte a Sopronváros Szabadidősport Szövetség Városi Tenisz Szakbizottsága a Soproni Ünnepi Hetek teniszversenyét. A már hagyománynak számító megmérettetésre 17 egyéni, 8 páros és 6 vigaszági játékos jelentkezett. Múlt hétvégén zárult a Soproni Ünnepi Hetek. A programsorozat keretében hagyományos teniszversenyt rendezett Sopronváros Szabadidősport Szövetség Városi Tenisz Szakbizottsága a Lővér Teniszklubban. A nevezéseket férfi egyes, páros és vigaszági versenyszámokban várták a szervezők. 17 egyéni induló volt, 8 páros és 6 vigaszági induló volt. Célja pedig a Soproni Ünnepi Heteknek a programjának a színesítése, illetve versenyzési lehetőség biztosítása az amatőr teniszezők részére. Azok az amatőr teniszezők, akik a hétvégi versenyről lemaradtak, a Velux kupára még nevezhetnek. Még nem zajlott le az idei szezonunk. A legközelebbi versenyünk augusztus 14-16-án fog, akkor kerül lebonyolításra, mégpedig Velux Kupa néven, ahol a támogató a Velux lesz. Szeretném kiemelni azt, hogy ennek a versenynek a fő támogatója, főszponzora Sopron Városi Szabadidősport Tenisz Szövetsége volt, és szeretném megköszönni Kósa István elnök úrnak, hogy lehetővé tette ezt a versenyt. Az egyes versenyszámok első három helyezettjét tüntették ki. Serleg és éremdíjazásban részesültek. Egyéniben Szekeres László, vigaszágon Gyűrű Szilárd, míg párosban Vurdics Mihály, Zur Botond kettőse lett a legeredményesebb. Most megmutatjuk, milyen idő várható holnap, majd jön a mozaik, amelyben a Moksa táborról lesz szó, utána pedig az Építek, a Házépítők magazinja következik. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Péntegen folytatódik a hűvös időjárás, változóan felhős lesz az ég, de csapadékra nem kell számítani. A légmozgás erős marad, a nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.